következő percekben a Szín civil falujában készült beszélgetésekből mutatunk önöknek. Egy láthatóan nagyon népszerű nemzetközi szervezet standjánál vagyunk most itt. Ti jogvédelemmel foglalkoztok. Igen, az emberi jogok védelmével, és a célunk az, hogy minél több ember tisztában legyen azzal, hogy milyen jogai vannak, születésétől fogva, és hogy azokért merjenek kiállni, hallassák a hangjukat. Ez nem egyértelmű? Úgy tudjuk, illetve úgy látjuk, hogy ez nem teljesen egyértelmű mindenkinek, mert az emberek néha megijednek attól, hogyha valami jogi megfogalmazást hallanak. A mi célunk az, hogy közérthetővé tegyük. Beszélgettünk itt már korábban még a felvétel előtt, és mondtad, hogy nagyon népszerűek vagytok, de most is folyamatosan jönnek a fiatalok, lehet látni. Igen, a civil falunak az idei témája a környezetvédelem, természetvédelem, és mi pedig azt tudjuk a fiataloknak, azt az üzenetet tudjuk átadni, hogy hol van a kapcsolata az emberi jogokkal, mert első gondolatra talán nem egyértelmű, hogy hol kapcsolódik a természetvédelem és a környezetszennyezés, viszont vannak olyan játékaink, kvízeink, illetve életfajátékunk, amin keresztül saját maguk is rádöbbennek, hogy igazából a választ tudják. Mi csak egyfajta módszertant nyújtunk nekik, ami izgalmas, érdekes és színes is. De tanulnak is belőle? Tehát megértik? Tudják hasznosítani a további életükbe azt, amit most akár itt nálatok megtanulnak? A célunk az, hogy elkezdjenek gondolkodni egyfajta logika alapján, amit nem mi adjuk a logikát, hanem ez a saját logikájuk. És az üzenetet mindig el is mondjuk nekik, hogy ne felejtsék el, hogy nézzék meg, hogy maga a környezetkárosításnak mire vezethető vissza, és a környezetkárosításból milyen emberi jogsértések következnek. És hogyha ezt egy kicsit messzebbről vizsgálják meg, akkor látható, hogy nagyon egyszerű dolgokból, mint az emberi kényelmesség vagy a túlfogyasztásból saját magunk ellenségei is lehetünk, tehát a saját jogaink is sérülhetnek. És ami a legfontosabb, hogy arra fókuszálunk, hogy lássák meg, hogy ha valami jót tesznek, akkor annak jó következményei lesznek. Illetve 2020-ban beadták az első csoportos keresetet, a portugál, 6 portugál fiatal a klímavédelem témában, éghajlatváltozás témában, és ezzel is azt szeretnénk, arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy van lehetőségünk nekünk civileknek tenni azért, hogy egy jobb környezetben éljünk. Hogy tapasztalod, nyílik a világ? Lehet egyre jobban beszélni olyan dolgokról, amikről korábban talán nem? Szerintem beszélni mindig lehet, és ez attól függ, hogy mennyire vagyunk bátrak, de az amnestisek azok nagyon bátor emberek. Kemény legények? Igen. Meg leányok? Igen. Mennyien vagytok most itt Magyarországon? Magyarországon a követőink körülbelül olyan 50 ezer, 100 ezer főre rúg. Azok, akik viszont aktívan cselekednek velünk, azoknak a száma is nagyon magas, tehát több ezren vagyunk, akik aktivisták vagyunk. Ha ide leülünk, itt mi mindent lehet csinálni már? Ezt említettél egy-két dolgot, tehát itt most a fiatalok mi mindent csinálnak? Lehet, készültünk klímakvízzel, LMBTQI kvízzel, egy bizonyos életfa nevű játékkal, illetve workshopokkal is készültünk, szerepjátékkal, a jogállamiság és a természetvédelem témájában, illetve olyan workshopokkal, ahol megmutatjuk az egyéb civil szervezeteknek és az állampolgároknak, hogy hogyan tudnak kampányokat tervezni, illetve stratégiai gondolkodás alapján a céljaikat könnyen elérni, fókuszáltan. Készültünk még ezen kívül helyi érdekeltségű kutatással, a kutatás eredményével is, emberi jogi oktatásunkkal. Tavaly előtt volt már egyébként az Amnesty itt a színen, viszont így, hogy konkrétan szegedi illetőségű és szegedi vonatkozású témában és személyek, ez az első. Gondolom lesz folytatása. Persze. Még csak most kezdünk belelendülni.